Na sziasztok! Egy kellemes őszi napon vagyunk, szeptember 18-án, és nekiindulunk a diószünetnek, a tényleges diószünetnek, mert minden hétvégén, ez most már a második, ráztam le diót a fáról, mert ugye nem egyszerre érik meg, és ezért, tehát jelenleg is így néz ki fenn a fán, viszont szép egészséges, dióburok légykártétel nincsen. Tehát nem egyszerre érik meg, és ezért pereg. Viszont mivel én nem itt lakok, ezért én minden nap nem tudom összeszedni, ezért hétvégente kell összeszednem és megrázni. Tehát úgy gondolom, hogy a nagy része az ma le fog jönni, és talán marad még valamennyi a jövő hét végére. Akkor leszedjük a maradékot róla, és akkor megnézzük milyen. Tényleg ez, amit most levettem, szép egészséges, méretileg is rendben van, valószínűleg a beltartalma is. A kopáncsok szinte mindenhol meg vannak nyílva, egy-kettőt láttam, ami nincsen. Azok lesznek valószínű majd a jövő hét végén érettek, de hát nézzétek meg. Ilyen, és akkor nézzük meg, hogy feketének fekete, de ez a fajta feketedés, ez nem a dióburok légynek a feketedése, mert akkor látnánk benne a nyüveket. Ez egyszerűen azért van, hogy a kopács megnyílik, és ott egyszerűen a szövetek mennek tönkre. Na, akkor rázzuk. Rázni fogom, de még kézzel, tehát hiába megvan a rázógép. Most még én kézzel fogom rázni, mert egyszerűbb, meg hatékonyabb, meg gyorsabb is, de el fognak jutni a fák arra a méretre, amikor már a kézi rázás az nem hatékony és nem is nagyon kivitelezhető. Most még ez megoldható. Ilyen is van, mert ugye nincs betegség nélkül termés. Ez valószínűleg valamilyen gombás betegség támadta meg, és ezt követően valamelyik madár szépen kifúrta, kiütötte. A végére is értünk a szüretnek. Igazából kézi rázás volt, jó elfáradtam. Ez lett a eredménye, ezek M10-es rekeszek, még mielőtt valaki gyorsan megjegyzi, hogy mit jampiskodok, nincs is tele, persze, hogy nincs tele, mert ha telepakolom és úgy kezdem el szárítani, akkor befülled. Tehát mindegyikbe körülbelül egy-másfél sor vastagon van rakva, és így szárad meg. Utána majd ez összeöntve valószínű csak fele ennyi lesz, majd meglátjuk. Maga a dió egyébként így belenyúlva szép egészséges, méretre is, nézzétek meg, itt a másik, úgyhogy ez lett a vége. Jobb lett volna rázógéppel, de ilyen kis fáknál még annyira nem kifizetődő se időbe, se eredménybe, viszont így meg káfárasztó. De megvan. Majd lesz videó a törésről, bemutatom akkor a törőgépet, bár itt a régi videóim között fent van egyszer egy rövid törés arról a tavalyról, az 900 kilót tud óránként törni, hát ez nincs annyi, tehát nem kell egy óráig tartani a törésnek, majd ennek a pucolása lesz egy nagyobb munka, azután, hogy ugye össze van törve, ki kell szedni belőle a feles negyedeseket. Úgyhogy arról is csinálok majd videót. Közben a fa az megvan, erről is volt fenn videó a hasításról.
energiaárak emelkednek. Köszönjük a kedves Uniónak, politizálás nélkül. Ott van már egyébként a következő adag, összehasítani, mert a vantól nem kell félni. Úgyhogy ez így most ennyi. Sziasztok!